Most lesz a bemutatója az első nagy játékfilmednek, hogy ez milyen érzés, hogy készülsz le, különlegesen készülsz le, hányadjára látod ezt a végső verziót? Nagyon-nagyon sokadjára látom, és nagyon jó érzés. Nagyon, nagyon jó volt dolgozni, nagyon jó volt forgatni azokkal az emberekkel, akikkel forgattam. Annyira úgy éreztem, hogy szerencsés csillagzat alatt zajlik minden, és az emberek, mindenki nagyon kedves volt, és mellettem állt, és hittek bennem, úgyhogy most nagyon jó viszont látni ezeket az embereket. Izgulok is, de még nem annyira. Azt hiszem, majd, hogyha leoltják a villanyt, akkor fogok elkezdeni nagyon izgulni. Tól kezdve, hogy az első gondolat, hogy ez a film, és a végső verzió megvergés. Amikor megnézte az első végső verzió, milyen hosszú folyamat? Voltak-e nehezebb periódusok, könnyebbek? Egy picit erről. Persze voltak, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy elfelejtettem őket már, mert több volt a szép, mint a nehéz. Körülbelül 2,5 év volt, azt hiszem, amikor először gondoltam erre. Tehát tulajdonképpen nagyon gyors volt ahhoz képest, hogy 6-7-8 évig is csinálnak egy filmet. Akkor most lesz az ősbemutatója, lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott kérdés, de ha előre nézel, akkor vannak meg következő akár forgatókönyvek, tervek? Hát most sorozatot írok éppen, két tervem is van, és van egy nagy játékfilm, tervnek még nem nevezném, csak inkább ötletnek. Tudnál nekünk valami titkot, trükköt, egy jó tanácsot adni nekünk így a web generációnak, a jövő generációnak, amit használhatunk majd? Hát azt hiszem, hogy bátornak kell lenni, és tényleg meg kell minden lehetőséget meg kell ragadni, és dolgozni kell. Tehát folyamatosan dolgozni kell, ami nem csak a forgatást jelenti, hanem hogy legyenek tervek. Ez a lényeg, hogy nem kell várni a pénzre, hanem el kell kezdeni csinálni, és aztán már, hogyha jó, amit csináltok, akkor vagy csinálunk, az hozza magával utána talán valamennyi pénzt is, vagy legalábbis azt, hogy egyetlen meg lehet csinálni.